apám, és minden mindig az volt, mondta, hogy írás, és mindig írás volt. Szóval jött egy fontos Come on.
No! Na, hű, lehet, hogy összeset. Yeah.
elsősorban az évnek egy
Aha. Amúgy is apokalipszis van, ott tilos apokalipszis játszani, mert ez egy aranyszabás volt, tudod? Mert az emberek nevetni szeretnének, ilyen vígjátékokat szeretnének, amiben nevethetik. Igen, akik nem gondolkodnak, azok igen. Azok nevetnek, az ostobák azok nevesek! Én is, amelyik... Nevesél, Béla! Nevesél! Vigyologjál! Kacarásszál! Ulassál! Nevesél! Neves! Béla, neves! Abba kéne hagyni ezt a haláltúsálkodást, és végre az életről kéne már beszélni, nem? Nevetnek, és akkor és egyszer csak az arcodat keresem. Azt tudod, miért jó? Mert benne van az egész élet, benne van az életnek a jó oldala, meg a rossz oldala, és ezt itt együtt kéne megmutatni, érted? Igen, Zsolt, csak mi egymásra találunk még valamit, érted? Egymásra vagyunk, így füllel se szól. Na, Béla, ne durcizzál, Lici. Figyelj, új embereket vagyunk, frissítő. Na, ez mit szólsz? Milyen új embereket jól? Fiatalokat, te nekem fiatal embereket fogunk, érted? És ne legyenek túl sokan, tudjunk rájuk figyelni, hogy átlássuk az egészet, na? Mit gondoltál? Jászik, kérdezem, mert én is pontosan ugyanerre gondoltam, és nekem van két ember. Akiket én nagyon szeretek. Láttam egyébként a Supernova csoportban egy Windows előadásban. Összekötöző pokrot játszottak. Szabi meg a Gergő. Én szerintem vele talán még tudnék valamit. Nem? Miért tudod ki az adatom? Anne-Mari. Nagyon izgalmas. De annak a barátja, a Feri az is. A Feri, már nem a barátja, nem a barátja. Együtt játszanak a totál brutál véres reálkozók. Nagyon jó, Feri volt, eltölt egyszer az órát, és egyből ott előadás alatt helyre raktam. Na, ez az az. Alázatos srácok, én minden második előadáson mesterem van. Tóki, Ádám! Kelet-indiai társaság, nagyon jó! De ez a két ember lenne. Szerintem, nem tudom, szerintem eljönnek. Meg az ide. Na persze, az ide. Gyerekek, szóval nekem valahol itt kezdődik el a színház, amikor ahelyett egy ilyen passzív levél miatt meghalnánk, szóval mint a Főnix madár, így fölszállunk. Gyerekek, meg a pénz az meg tőzi fog, hogyha látják, hogy bármilyen. Jó. Egyelőre pénz nélkül, gyerekek. Tübör, Zsolti, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Zsolt, mondom egy-két szót arról, hogy miről is. Miről lenne szó? Szóval a Béla, az Ivett és Jóhagam elhatároztuk, illetve szeretnénk egy előadást létrehozni, és ezért hívtunk el titeket. Ez az előadás egyelőre nincsen címe, az életről szólna. Szeretnénk valahogy az életet beharázsolni ide a színpadra. Most a munkamódszerről annyit, hogy úgy dolgoznak, hogy a Bélának is lenne egy csoportja, és nekem is lenne egy csoportja. Azért gondoljuk, hogy így legyen, hogy két oldalról közelítsük meg ugyanazt a dolgot, és valahol itt középen az origóban, a meccés pontban találkoznánk. Akkor gyújtjuk össze ezt. Bocsánat, én azt mondom, hogy lenne ebből egy előadás? Ezt talán valahogy úgy tudnám, hogy képletesen, hogy a Zsolt is keresi a saját hangját, és én is keresem a saját hangomat, és amikor talán megtaláljuk, akkor megpróbálunk két szólamba elénekelni egy előadást. De hogyha... ez baj, vagy... valamilyen sértődés, de akkor tényleg szóval ebből ki lehet lépni bárban. A Zsolt, hát én csak nem leszünk. Elnézést, én azt szeretném megkérdezni, hogy nekem nem világos, hogy miért kell ez a kettő osztódás. Hát a húrát is könnyen fogyasztani, hogyha két oldalról esik meg. Engedjétek meg, hogy a Zsolt és az Ivett nevében elnézést kérdezik a arról ott van, Gergő, hogy képzeljél magad elé egy diót. Szóval, hogy ezt diót, hogyha eltöröd, akkor csak ugyanaz. Ez teljesen ügyes, akkor ezt várjál, másik olyan. Milyen vízbe szoktál mosakodni? Langyosban, nem? Langyosban. Ha forró, ha megégett, ha hideg, akkor megfajsz.
hogy a testnek egy ilyen langyos, langyos víz a kellemes, és az előadás is egy ilyen langyos víz. Az előadás, egy kezdő előadás, Béla, Béla azt szerettem volna mondani, hogy ő is jött valahonnan, én is jöttem valahonnan, tanultunk dolgokat. Ezeket próbálnánk ki, és amikor bejárjuk ezt az utat, akkor találkoznak, és akkor tennék össze. Úgyhogy én azt javaslom, hogy akkor mondjátok el körbe, hogy van valami baj? Nem. Csak azt keresünk, hogy amikorra gondolkodtok, hogy végén hozzámenjük, vagy hozzám. Ja, igen, igen, ebbe a kérdésbe már történt egy kis diktatórium, ha szabad így fogalmaznom. Ahhoz mennétek, aki hívott benneteket, tehát ki ketten hozzám, az Anna Maria felé és az Árván pedig a Solthoz, a többiektől pedig elnézést kérünk talán. Következően Jó, 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 jó,
egyetlen mozduljál erre a szállat. Nem szabad gondolkodni. Jó? Térfelosztó? Macska! Intenzív. Dinamika. És a dinamika. Állíts meg! Thank you.
érzem, akármit csináltam, én mindig éreztem, hogy a hátamon éreztem, hogy így figyelsz. Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de én nem akartam elhinni, amikor itt nekem mondták, hogy itt a téved 25 éves. Mindenki ezzel foglalkozik. Innen nézve az nem olyan nagy ügy, érti, nem? Persze, hogy nem nagy ügy, nem is azért mondtam, csak hogy így, szóval nem látszik. Segítelj egy kicsit. Húzd ki egy szemes a derekam. Na most ezt hogy kell? No.
utcán, érted? Két percet nem tudsz eltölteni sehol úgy, hogy ne félnél, ne éreznéd magadat veszélybe. Gondolj arra, hogy itt ülsz egy parkban, teszem azt, itt van két tóna, baszi nagy állat, ráadhatnak otthon, érted? Mi van ilyenkor? Az van, hogy nem tudsz mit csinálni. Az egyébként nekem is segít. Jó, akkor ezt csinálom. Én szeretném, ez az én nagy álmom, egyszerűen a valóságot ide behozni a színpadra. A jelenetet az életből. A realitás, ezt szeretném. Én próbáljátok arra gondolni, hogy érezzétek meg, hanem az a kettős vibrációt, hogy a lelke nem kívánja ezt a dolgot, de a test az igazán vágyik rá. Ezt érzitek, elhittem nekem szívem. Ezért ebből tudjátok felépíteni a lelketekből azt az ösztönállapot, amúgy is bennetek lakozni. Szóval mondja arra például, hogy egy sötét szobában vagy az anomalival, ahol egy mámoros állapot. Jó, vagy egy teges. Nem kell hozzá agy! De ezt sem tudjátok megcsinálni, az a baj! Egy egyszerű ösztöngyakorlat!
kell a test, kell a csipcson, kell a lábcson, kell a velő, kell a gerinc, kell a kez! De nem történik semmi, kurvára! Történik valami? Nem történik semmi! Úgy látom, hogy nem is van! Az igazi ösztönszínészek az igazi színházban egymás fegyén hátán ugrálnak! És a nézők, az ösztönnézők pedig transzban vannak, és nézik az előadást! Nem igaz? És közben szólnak a dobok, és mindenki transzban van! Ez van ott! De mi van itt, mi? Itt egy rakás szar van! Egy rakás szar! Szar három darab részlete! Három kicsi szar keresi a kurva nagy lefolyót! De nem találja! Nem találja! És itt nem is fogja megtalálni! Mert itt színház lesz! Színház! Színház! Nincs.
ember sokat viszik, akkor rosszul lesz és hányra kell. Nem akar hányra, mert tud már hányra. És akkor megteszi. És akkor mondjuk jön belőle minden. És akkor jön minden, amit meglát. Igen, én egyszer megittem azt a 15 konyakot. Azzal van baj, hogy te befejezed, hanem szóval, ha valamit megbeszélünk, akkor azt tartsuk magunkat, mert ezt kérdem, Béla, de hagyja.
senki! Te vagy, hogy fejezem be? Te vagy idegen, Zsolt? Nem értem, hát miért? Menjetek ki, mi bejövünk, ahogy megbeszéljük. Én ezt értem, Béla, de hogy fejezzem? Zsoltikám, ne legyél már ideges, te! De miért te, Zsoltikám, van ennek értelme, amit egy csinálsz itt, a szerencsétlen, összekevered a magánéletet a próbába? Van ennek értelme, Zsoltikám? Van ennek értelme, Zsoltikám? Életem, hogy a színházadnak van értelme? Senki nem érti, érted? Én speciál nem értem! Azt, ha te nem érted, az nekem nagyon jó. Akkor én tudom, hogy így van. Yeah.
Szevasztok! Itt a napcsak, jó vastag! Ádám, Feli, nagyon szépen köszönöm, hogy így fúzionáltatok veled. Nem tudom, hogy a Zsoltnál mi van, én nagyon-nagyon meg vagyok veletek elégedve, úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz. Rögtön akkor térjünk rá a tárgyakra, jó? Hármas! Kiskanálban. Kiskanálban? Kiskanálban. Négyes. Fejből kell. Elsban, na gyerekek, szóval ez a játék, hogy a tárgyakról fog szólni. Úgyhogy, hogyha álmodból felébreszel, akkor se semmi volt. De Ádám, milyen ez a teáskanna? Hát az, hogy sajnos csak egy ilyen bádok teáskannát találtam, de találtam az egy tutit állat, azt is elhozom. De Feri, mit gondolsz, hogy ehhez a damaszkuszi törhöz mennyire passzol ez a teáskanna? Hát nem tudom, mennyire passzol a törhöz, de van egy kis volna törhöz. Vigyázz, de most tudom, hogy vigyáztok, mert még én sem tudok, nem vigyázott, csak viszont tudtam, hogy próba lesz, minden mondtad, hogy hozzam, kikészítettem a polcra, és reggel anyám elkezdett pattogni a kulcs miatt, és otthon felejtettem. De kikészítettem, nem elfelejtettem, csak... Ó, gyerekek! Nincsen tő! Özönvíz a címed, egy belső tűz legyen még, ez is véres lesz. Nem úgy, mint a Zsolt.
játszani, a torreádorral és a kertésszel csalod a férjedet. Ők hárman ezt megtudják, és elhatározzák, hogy ezen a mai füllet délután megölnek téged, elérkezett az igazság pillanata. Bejössz, lezajódik ez a kis tejaszertartás, mikor kiment, előveszed a damaszkuszi tört, te már 550 bikát megöltél, de a nőben nem mersz, szóval ez egy gyárba, átadod a kezdőnek. Gergő, ott van a kezedben a kés, te kérted, hogy te jöjjesd meg, mivel téged alázott meg a legjobban ez a nő. Minden oda kerül a kezedbe a kés, szóval csak összecsap benned a szerelem és a gyűlölet. És ettől összeroppan, szóval megremeg a kezedben a kés, ha lehet sírsz, te ezt észreveszed, te vagy a legvehemensebb, és odaugrasz, kikapod a kezéből a kést, ebben a pillanatban belép a Szani, és a gyerekek meg elhangzik az egyetlen mondat az előadásban a... Mit akarsz azzal a tőle? Igen, körülbelül így a meghalás, jó lesz. És addig, amíg meg nem ölöd a Szani, addig férfi vagy, ahogy meglátod a vért, gyermekké változol. Most jön a suszkoén, miért özönvíz a címe az előadásnak? Azért, mert abban a pillanatban, amikor ott fekszik a Szani holtak, az Ádám gyermekkiválva, te egy ilyen roncsként, te pedig itt a gyávaságokban leledzve, abban a pillanatban egy elektromos kalapács rálít az üvegablakra, eltűnik az ajtó, és 40 hektóvíz belőle.
mama! Megpattan az ablak, beömlik a vég! Színészkel, jó van, gyerekek, jó volt ez, ugyanebben az időben, ugyanitt találkozunk, jó? Egyébként felénk is egy kicsit. Ádám, nem tudsz adni valami apró 10-20-as bármi?
valami, nem Zsolt? Este menjünk már el valóvá, és beszélgessünk ezekről a dolgokról, jó? Kovács, Markos, takarékláng. Elmárt a kérdés? Persze. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi idő tartom, hogy mondani. Már nem sokáig. Meg szeretném kérdezni, hogy beálltok el is. Nagyon szeretném. Nekem már ideig is nagyon jó volt, hogy ott voltál a próbálni, úgyhogy én ezután is szeretném, hogyha jönni. Csak nem csinálom semmit. Be szeretnék állni. A színésznek folyamatos tréningre van szükségem, nem azt szoktam mondani. Hát igen, de hát Ivett az én tréningje van szó. Abszolút a kis újra valami régóta csinálod, és szerintem nem lesz szépen társadsz. Úgyhogy én javasolhatok valamit, akkor szerintem neked a Zsolt féle tréningre ott van perspektíva szerintem. Hát nálam alára adnák magad, mert a többiek is talán megérdének, hogy egyet... Na mindegy, szóval, hogy... Én szerintem, hogyha a Zsolt féle tréninget el tudnál sajátítani, akkor lennél színészileg sebezhetetlen. Világos, hát az előadás. Hát szóval az előadásban én nem nagyon látok tisztán, sőt, teljesen sötétben tartom a tócom. Úgyhogy annyit mondhatok, hogy én számítok rád, és szerep szempontjából pedig a egyelőre a Holt szerepét. Ez egy viszonyú alázat feladat, szóval másfél óra helyben. Nem igazán tudom elnézni más valaki, ez egy tapasztalt színész, ezt gondoltam neked. Hát ne. Mennyire ott együtt a barátok is, nem csinálom semmit. Szemét csinálom.
miután napfelkeltem, nem én találtam ki ezt a mozdulatot, de szerintem szép, szép is megvisz. Thank you.
kérdezni komolyan. Mi van? Semmi. Nőtt. Milyen a legalakokat? Határa vagy. Veled is. Nem emlékszik? Nem mindegy, hol vagyok. Körbe-körbe menne térbe, így üljetek oda, legyen szíves, szóval, hogy lehet elmondani.
körbe-körbe. Mentek, 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 Anne-Mari egyre fáradtabb. Egyre fáradtabb, meg szeretne állni. De Feri tudja, hogy nem álltok meg. Ez az mentek, meneteltek, meneteltek a hidegben. Nagyon hideg van, köd van, hó van, lagyan van. Nagyon erőltetett ez a menetelés, Anne-Mari. Meg szeretné állni. Már régen meg szeretné állni, egyre fáradtabb. Feri, te tudod, hogy mennek el. Nem álltok meg. Csak mentek, mentek, mentek. Thank you.
mennem! Egyem el kell mennem! Egyem már el! Egyem már el engem! Tudod, én mindig vécére megyek, Zsoltikám.
kell. Írni kell! Én nem tudom, mi lesz itt. Előadás. Nézők is. Nézők is. Te figyelj, öregem, ez azért nem felmés, hogy én Bárki Gergely. Itt ülök Huszár Zsoltán és beszélgetek. Azért ez fantasztikus. Ilyen az élet jelölt. Igen, csak valahogy. Amíg az ember nem kúr egy jót, addig nincs semmi. Ide figyelj, én tisztelem a Bélát, de te ezt a rózsaszín színházat meg minden. Néha jó, csak a rossz. Ez az, te soha nem dicsér semmit, mindig mindenki csak fikázol. Hogyha te lenni az atya is te. Én majd akkor dicsérek öregem, hogyha lesz mit, addig senki. Egyébként meg ha elmennék, azt se vennéd észre. A Feri az igen, az azt mondaná, hogy szia, vagy te nem, te a WC-n szarás közben ott jutna eszedbe, hogy az a iszéged. Ott se apukám, ott se. Most ha nem teszed ki a beleget, engem nem érdekelsz. Tőlem lehet belőle táncos komikus, de színész a saj. Úgyis mindjárt meglátod a belemet. Ez nem lesz ilyen. Atyával, azt se tudom, mit jelent. Mit? Végigmész a nőkön. Micsoda? Az csoda, hogy végigmész a nőkön. Az összes nő. Például az Ivette. Jó, akkor beszünk az Ivetről. Jó. Pusztustalan, nyálas dolog. Ivett is megy a konténerbe, az is minden. Tűnjenek, mert ne legyenek már ilyen ezek az ilyen nyálas faszok, ilyen hátranyalt hajú, ilyen vasalt ingesek, ilyen nagy széles csatos övek, ilyen Huszár Zsoltok. Tűnjenek el! Jön egy ilyen baszi nagy bengári állat, és jól kinyírná az összeg. Én mi? Mi magasabb szinten álltok, mint mi? Menjetek a kurva anyátokba! Az a lényeg, hogy a színház és én egyek vagyunk, érted? Egyszerűen húzod a dolog! Ide figyelj, hogy ez van neked. Fogod magad, és bepakolod itt a dolgokat. Ide bepakolod a dolgokat. Aztán utána fogod, és ráhúzod a cipzát. Kis cipzára van, Most. Hermetikus csöd van oda benne, hallod? Hermetikus csöd. Aztán fogod, lehúzod, előveszed, beteszed. Behúzod, aki megkíméli magát, abból nem lesz soha színész. Én szeretlek téged, Zsó. Nem szeretlek engem, barátom. Én most elegedném az arcot. Gyere át ide hozzám, akkor elhiszem, hogy masszalát ide hozzám. Szenvedélyed, te a részek, mivel teli vagy? Mindig bólogatok, amikor ezt. Én vagyok a részek, gyere át ide hozzám. Nem tudnék a szemébe. A francia vagyok én itt. Gyerjük én. Béla! Béla, itt a napfelkelte. Megcsináltuk, Béla! Béla, ne forjon a falat, nem megy az arrébb, öregem. Béla! Megcsináltuk! Gyerjük én! Gyerjük én! Gyerjük én!
Péter, hol vagy?